Összesen 1200-1300 diák jár Biriben a Dankó Pista Egységes Oktatási Intézménybe, ahová a következő tanévben óvodások, általános iskolások és szakiskolások is beiratkoztak. Az intézmény mintaiskola arra, hogyan lehet a hátrányos helyzetben lévő térségekben felkarolni a családokat és megmutatni azt, hogy van értelme a hátránykompenzációnak az iskolában. Erről a tanévnyitón Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszélt. Fontos a Magyarországon fölhívni arra a figyelmet, hogy nem tekinthetjük egyirányú utcának a hátrányos helyzetet, nem mondhatunk le azokról a gyerekekről, akinek mondjuk a szülei szegények, alacsony jövedelműek, vagy alacsony iskolai végzettségűek, nem lehet fátum és elrendeltetettség az, hogy valaki hátrányos helyzetben születik, és akkor törvényszerű, hogy ő is hátrányos helyzetű lesz. Az iskola a legfontosabb eszköze annak, hogy a hátrányos helyzet tovább örökítésének ördögi körét megtörjük. 80 milliárd forint fordulhat hátránykompenzációra a következő években. A pályázati keret lehetővé teszi, hogy megduplázzák a biztos kezdett gyerekházak számát itthon, kiszélesítsék az útra való ösztöndíj programot, és ez évtől újabb 271 tanoda is indul. Az uniós finanszírozású programok mellett hazai költségvetésből is juthat hátrány kiegyenlítésre. Van számos hazai finanszírozású eszköz is, ilyen például az iskola és óvodai szociális segítés kötelező rendszerek bevezetése szeptembertől, amely a gyermekjóléti rendszer eddigi 10-11 milliárdos támogatását további 5 milliárd forinttal egészíti ki, ilyen az ingyenes tankönyv biztosítása az első 9 év folyamán, és ilyen a már említett gyermekétkeztetés biztosítása, ami 2010-ben még 29 milliárd forint volt, a jövő évi költségvetésben pedig 79 milliárd szerepel. A Biriben működő iskola pedagógiai módszereiben is megújult és felismerte, hogy úgy lehet sikeres az oktatás, ha nem engedik el a családok kezét, hangzott el a tanévnyitón. Itt a tanárok is kedvesebbek, olyanok, mint a második szüleink lennének, törődnek velünk, segítenek mindenbe, amibe kell, és hát szeretünk ide járni. Az iskola alapjait 2004-ben tették le, helyi kezdeményezésre indult el. Nagyon sok olyan gyerekünk van, aki már itt kezdte az óvodát, és most érettségi vizsgát tett sikeresen, sőt Nyíregyházi Egyetemre vagy Debreceni Egyetemre sikeresen felvételizett is. Az intézményben az iskolatípusok átjárhatók vannak, akik innen kerülnek ki a munkaerőpiacra. A következő tanévben a legkisebbek nevelésével is foglalkozhatnak, ugyanis bölcsődével bővülhet az intézmény 2018-ban.